A férfi kézilabda nemzeti liga negyed döntőjében a Székelyudvarhelyi Kézilabda Klub a Tordai Potáissa együttesét fogadja. A két győzelemig tartó párharcban a Kolozs megyei együttes 1-0-ra vezet. Az udvarhelyi csapatnál mindenki egészséges, felépült a macedón átlövő Lazo Majinov, viszont nem biztos, hogy pályára lép Vladimir Rusija. A grúz játékost ugyanis kiállították a tordán rendezett első mérkőzésen. A Román Kézilabda Szövetség Fegyelmi Bizottsága első fokon nem tiltotta el, csak pénzbüntetést rót ki. Marko Klump nyerte az azerbajdzsáni kerékpáros körverseny első szakaszát. Az Adria Mobil kerekesen nagy hajrában diadalmaskodott. A Tusnád Cycling Team versenyzői közül senkinek sem sikerült bekerülni az első 10 közé. Marosvásárhely Székelyudvarhely döntő lesz a teremlabdarúgó bajnokságban. A Citias a Dévát győzte le az elődöntőben, a Futsal Klub pedig Kalarást. Vért izzadtak a székelyudvarhelyi teremfocisok a bajnoki döntőért. Jakab Zoltán együttese 18 másodperccel a rendes játékidő vége előtt már döntősnek érezte magát, de ekkor robbantott a Kalarás és kiegyenlített. A hosszabbításban az utolsó percig kérdéses volt a győztes kiléte, de Szécsi mesébe illő emelése után a labda a hálóban kötött ki és az FK döntőbe jutott. Nagyon motivált és fegyelmezett csapatot sikerült nehezen legyőzzünk. Az egy más kérdés, hogyha a helyzeteinket jobban kihasználjuk, akkor nem lettek volna ezek a mérkőzések ilyen szorosak, de hát most utólag azt is mondhatom, hogy ha előre egy forgatókönyvet akartunk volna írni ennek az elődöntőnek, ennél szebbet nem is lehetett volna írni. A marosvásárhelyi csapat maga biztos és jó játékkal győzte le Dévát, és sorozatban 6-szor is döntőt játszhat. Ilyen jó meccset még nem játszottunk, persze ők is jó csapat, de én azt mondom, hogy mind a két meccset megmutattuk, hogy jobbak vagyunk, mint ők. A teremlabdarúgó bajnokság döntőjének első mérkőzését a tervek szerint kedden játsszák Marosvásárhelyen. A jó sportolókból fegyelmezett, egymásra figyelő, tartásos emberek lesznek, vallják a szakemberek. A Varadinum Fesztiválon Kovács Kokó István kétszeres világ és olimpiai bajnok ökölvívó nagyváradi diákoknak beszélt arról, hogy milyen pozitív változásokat hozhat életükbe a napi mozgás. Kovács Kokó István érkezik a nagyváradi Szent László Római Katolikus Gimnázium iskolanapjára. A kétszeres világ és olimpiai bajnok, magyar ökölvívó kiosztott néhány fotót és aláírást, majd az iskola tornatanárától átvette a stafétát, hogy gyors talpalót tartson ökölvívásból. Amikor lépsz, mindig a lépés bezárása, a gyalapálásba való visszatérés. Jó? Tehát most mozogjunk. A diákok szívesen követték utasításait. A liceumban minden harmadik diák sportol. A sport nekem az életemhez tartozik, tehát az életemet kipótolja. Egy olyan ág, ahol jól érzem magamat, ahol beteljesíti a vágyaimat, ahol kikapcsolódik. Kokó 2002-ben hagyta abba a versenyzést, azóta hosszú távfutó és triatlonozik. Úgy tartja, a testi-lelki kondícióhoz hozzátartozik a napi edzés, a sport boldoggá tesz. Úgy érzem, hogy minden embernek kutya kötelessége a benne rejlő lehetőségeket, ezt az ajándékot, amit kaptunk a teremtőtől, maximálisan kihasználni és végigmenni azon az úton, és nem megállni egy pillanatra sem. Romániában az elemiben 2, a felső osztályokban mindössze 1 testnevelés óra van. Ez az egyik legalacsonyabb szám Közép-Kelet-Európában.